Köztiszteletre méltó és közismert, és a saját területükön nagyon sikeres emberek álltak az UNICEF Magyarország legújabb kampánya mellé. Az UNICEF bajnokaiban a közös, az empátia, az elhivatottság és a tenni akarás, és a munka. És hogy milyen munka, azt mindjárt elmondja Béres Alexandra és Mészáros Antónia. Mindannyian a szívükön viselik az elesett gyerekek sorsát. Miben hozhat áttörést hazánkban ez a program? Arról fog beszélni tehát mindjárt Mészáros Antónia és Béres Alexandra. Először mutatjuk önöknek a programot. Cvak Sándor, Béres Alexandra és Kovács Nimród mások mellett ők lettek az UNICEF Magyarország bajnokai idén. A kitüntetettek amellett, hogy segítik az ENSZ gyermeksegély alapjának adománygyűjtéseit, a szervezet üzeneteit is eljuttatják a nyilvánossághoz. A bajnokok nem csak a szervezet magyar programjait, de nemzetközi tevékenységeit is támogatják majd a jövőben. A kampány célja, hogy a saját területükön sikeres embereket kössenek össze a legelesettebb gyermekekkel. Az UNICEF bajnokaiban az is közös, hogy úgy vélik, a segítségnyújtás nem csak morális kérdés, hanem a jövő építésének stratégiája. A gyermekek ugyanis nem csak a társadalmi fejlődés zálogai a szervezet szerint, de a folyamatos növekedés mellett a nemzetek stabilitása és a mindennapi biztonság is rájuk épülhet a jövőben. Itt van mellettünk az UNICEF vezetője, és egy bajnok, aki amúgy is bajnok, sokszoros bajnok, de most már UNICEF bajnok is. Amikor beszélgettünk Robival így négyesben az előbb, akkor az volt az első, amit kihangsúlyoztál, hogy ők nem csak arcok, hanem dolgozni is fognak az UNICEF számára. Ez a lényeg. Ez nagyon jelentősen megkülönbözteti a klasszikus nagyköveti pozíciótól a bajnokaitokat. Ez így van, ez a lényegi különbség. UNICEF bajnok egyébként tulajdonképpen eddig a világ más UNICEF szervezeteiben nem volt. Ezt most mi találtuk ki Magyarországon, hogy ne csak nagyköveteink legyenek, hanem bajnokaink. Mert a hagyományosan a szervezet ugye 70 éve mindenki tudja, Audrey Hepburn óta, ha máskor nem, hogy nagyon sok ismert emberrel dolgozik együtt. És ők jellemzően mindig láthatóságot adtak a szervezetnek, szerethetőséget, elmentek időnként, úgymond terepre megmutatták, hogy milyen munkát végez a szervezet. De nem vetették úgy bele magukat konkrétan az adománygyűjtésbe, mint amennyire most a mi magyar bajnokaink fogják, akik adnak egyfajta arcot is természetesen az UNICEF-nek, hiszen segítenek abban, hogy kommunikáljunk, és például ez egyre fontosabb abban a világban, amikor egy-egy ismert ember közösségi média elérése az néha többet ér, mint egy újságcikk. Nekünk mondod, meg egy tévéműsor. De másfelől ők azért jöttek, és az Alexandra hihetetlen gyorsan és lelkesen vállalta ezt a felkérést, és nagyon meg is hatottunk ettől, de a másik 16 bajnokunk is, hogy a mindennapokban velünk dolgozzanak, hogy segítsenek abban is, hogy adományokat kérjünk az emberektől. Az UNICEF-fel kapcsolatban ugyanis Magyarországon talán ez az egyik félreértés, hogy mi nem ülünk egy óriási ENSZ-től kapott pénzes zsákon, és osztogatjuk a pénzeket. Mi annyi embernek, gyereknek tudunk segíteni, a világ legelesettebbjeinek, és itt Magyarországon egyaránt, ahány magyar ember nekünk segít. Alexander. És ez a 17 ember, bocsánat, csak befejezem mondatot, azt vállalta, hogy személyesen is segít, tehát anyagi felelősséget is vállaltak személyesen, és ezen kívül segítenek abban, hogy az évek során, tehát ez most nem egy kampány, hanem mostantól kezdve ők a bajnokaink, és reméljük csatlakoznak. Legnehezebb, amit vállalhattak a bajnokaitok, hiszen a saját munkádat, saját erődet, saját idődet, saját pénzedet felkínálni, azt az ember szerintem könnyebben meg tudja tenni, mint hogy azt vállalja, hogy másoktól próbál pénzt szerezni. Én minden esetre úgy gondolom, hogy nagyon megfogó volt, amikor Antóniáék elmagyarázták nekem, hogy egyrészt az UNICEF nem nagyon nagy összegeket gyűjt. Bizony egy 100-200 forint, vagy 1000-2000 forint, az lehet nagyon nagy összeg is családoknak, de vannak olyan emberek, akik ezt havonta meg tudják tenni, hogy egy jó ügyért elutalják az UNICEF-nek, és ezzel segítenek a gyerekeknek, de azért az nagyon látható, hogy mennyi pozitív csodával lepi meg a világot az UNICEF, és ez megkérdőjelezhetetlen, tehát itt nem egy olyan szervezetről van szó, ami megosztó, hanem látható a munkájuk. És azokat az összegeket kell meghatározni, ami még nem annyira szól bele a napi életünkbe, és segíteni tudunk. Ez Magyarországon még nem annyira jellemző, hogy mi segítünk, ahogy mondjuk fejlettebb országokban, vagy hogyha egy kicsit tőlünk nyugatra megyünk, sokkal inkább jellemző, hogy a társadalom része az, hogy az emberek felvállalják, hogy ilyenekben részt vesznek.
És mindez, hogy néz majd ki akkor, vagy hogy néz ki a gyakorlatban? Tehát megvannak a bajnokok, ők ugye a saját idejüket, erőforrásokat, kapcsolati tőkéjüket nyilván felhasználják annak érdekében, hogy minél több adományt gyűjtsenek össze. Van valamilyen, nem tudom én, belső limit, hogy ez, hát jó lenne, hogyha valaki, nem tudom, 1 millió forintot összegyűjtene? Vagy van valami elhangzott itt egy nagyon-nagyon erős kifejezés, a személyes anyagi felelősségvállalás. Valami limitet el kell érni, és ha nem sikerül, ki kell egészítened. Így működik? Körülbelül egyébként igen. Tehát vannak olyanok, van olyan bajnokunk, például Illés Gabriel, aki már most 3 millió forintot a saját vállalkozásán keresztül Gabi nagyon ügyes. Az asztalra. Nem ügyes, hanem nagy lelkű, mert ezt a saját pénzéből rakta, nem ügyességből. Igen, ez így van. És, akkor meg főleg. És minden bajnokunk vállal egyfajta anyagi felelősséget, és még segít nekünk ezen kívül pluszban. De elmondom, hogy kik a bajnokaink, és én is puskázok, mert annyival többen lettek, mint amennyit eredetileg reméltünk. Igen, nekünk is megvan, hogy elakadnál valahol, akkor tudunk segíteni. Hogy tudja, hogy vagy magam is aggódom le, hogy kihagyjak valakit. Tehát Mihalik Enikő, Földős Zé, Kizelbach, Anita, Kolosi, Beac, Vak, Sándor, Illés Gabriella, Kovács Nimród, Mádai Vivien, Ternyák Kata, Keszthelyi Vivien, Barta Péter, Csorba Zoltán, Vári Gergely, Benes Anita, Szalai Dóri és Békefi Anna a bajnokaink. És Béres Alexandra. Alexandra, aki ugye itt van mellettünk. Tehát ahogy lehet hallani, közöttük vannak olyanok, akik úgymond ismert és népszerű arcok, akiket lehet, hogy a nézők televízióból is ismernek, sajtóból is. Vannak olyanok, akik mögött üzleti birodalmak, vállalkozások állnak. Mondjuk Benes Anitát divattervezőként a Dalarna kapcsán lehet ismerni, Kolosi Bea a vezérigazgatója a Lira könyvbirodalomnak. És vannak olyanok, akiknek kisebb vállalkozásaik vannak, valószínűleg még kevesebbet hallottak róluk az emberek. De van bennük egy óriási elköteleződés. Mondjuk például Békefi Anitának egy pici utazási irodája van, de ő maga nagyon sokat járt már terepre, önkéntesként is dolgozott szegény árva gyerekek között. Tehát ő neki nagyon fontos, hogy a vállalkozásán keresztül minél többet segítsen nekünk. És ez a lényeg, hogy ahány bajnok, annyiféleképpen fognak segíteni, annyira változik az is, hogy ki az, aki nagyobb felelősséget vállal anyagilag személyesen, és ki az, aki kifejezetten arra optimalizál, hogy minél több embert érjen el, és 1000 forintokat gyűjtsön össze a mi számunkra. Nézzük a most hozzánk érkező bajnokot. Alexandra, nyilván nagyon-nagyon sok üggyel megkeresnek téged, hogy állj az ügy mellé, arccal, anyagilag, bárhogy. Hogy választasz ügyet? Miért az UNICEF-et választottad most? Számomra megkérdőjelezhetetlen az UNICEF, és nagyon-nagyon jól esett az is, hogy erről beszélgethetünk. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek fel kell vállalni egy ügyet. Az én ügyem az UNICEF-en belül a táplálás, mert hogyha meggondoljátok, akkor így tudok a legjobban kapcsolódni. Én itt Magyarországon azért küzdök, hogy minél többen lefogjanak, valamint egészséges étkezésre térjenek át, és ez annyira ambivalens, hogy a világ másik részén pedig a minőségi ételek szintén nagyon fontosak, hogy nem kapnak elég élelmet a gyerekek. Tehát én ennek a kettősségnek az élére álltam, és az ételkiszállító cégem, partneremmel közösen veszünk részt az adománygyűjtésbe, saját szociális média felületen, valamint majd más programban is kapcsolódok az UNICEF-hez, mert a kilók leadásával is gyűjtünk, így aztán bárki, aki érzékenynek érzi magát erre a témára, és amúgy szeretne fogyni, vagy tenni az egészségéért, Antónia ötlete. így aztán tudunk segíteni a szervezetnek is. Nekem nagyon tetszett az, hogy mennyi féle helyről érkeztek a bajnokok, és hogy ezek az emberek tényleg felvállaltak egy-egy témát, mert az UNICEF-nek nagyon sok olyan missziója van, amihez lehet kapcsolódni, és mindenkinek valami közelebb áll. Vannak olyanok, akik a gyermekbántalmazás ellen szólnak, vannak olyanok, akik szeretnék, hogyha minél több csecsemőnek lenne édesanyja, családja, tehát rendkívül széles a paletta. Bajnokunk kapcsolódik a magyar programjainkhoz is. Van például egy olyan új magyar programunk, ahol hátrányos helyzetű gyerekeket akarunk kivételes élményekben részesíteni, mégpedig struktúrát, mentorált egymásra épülő módon. És nagyon sokan, akik tudnak, ebben is részt fognak személyesen venni, vagy a vállalkozásukon, vagy a hozzájuk köthető produkciókon. Annyi programja van az UNICEF-nek, hogy visszajöhetnél minden reggel az egyikről, másikról mesélni egy egész hónapon keresztül. Le a kalappal, Antónia. Tartatunk egy tematikus hetet, köszönöm. Most muszáj befejezni. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek.